Itt a Dolgo Rádió, a főszerep ismét a zené.
Nem tudom, hogy ilyen a fából, hogy ilyen, hogy tudom, hogy én vagyok.
beleidezget, mint a saját fiát, ha akarja. Csak úgy nem nagyon akarja. Nem szeretne kötöttséget. Ugye nem valami anyám, csak a saját érdekeséget. Valaki kívja magát, engem sem tudtak a kicsárt, hogy jobb lett, hogy jobb lett. Tudod? Mindjárt. Valaki hozzám egy kicsit, köszönöm, valami kicsit is kerek. Állj fel egy kicsit farágnak. Ugye itt mindig a vállán egy kényére, hogy jön, hogy kényére, hogy valaki kicsit, hogy megvállalom. Ennyi verben? Tiszta kérdés értem. Tiszta nélkül nincs értem hozzá egy kicsit. És a bajszer kérdés kérdés? Annak nevelték, hogy nem állnak. Gátlástól alatt, hogy így örködik. Ebben a helyzetben nem szeretném. Valami szeretettel jön neki segíteni. Vagy megengedni, hogy én fejlődni. Apámmal olyan sokszor eljártunk. Úgy történik igaz, hogy egy évig kimaradtál a suliból a sok szavagetnél. Nem érdekel, hogy mit mondanak apámból. Muszáj volt elmennünk és kész. Miért nem hagynak minket békén? Én apámmal szeretnék élni, és ő is velem. Fenébe is. Nem érti? Ezeket nem érdekli, hogy én mit csinálok. Hogyha megszökünk, újra elfognak, és bent tartanak az intézetben. Hogyha viszont bennmaradok, akkor azt hiszik, hogy minden oké. És újabb 5 évet él tölthetek ott. Miért nem szereted a mamádat? Ő sem szeret engem. Ha szeretne engedni, hogy apámmal legyek. De hát ott nála csak jobb helyed lenne, mint itt az intézetben. Ági mit akar, hogy felejtsem el apámat? Aki felnevel? Aki megtanított járni? Hozzábújtam be este, amikor rosszat álmodtam, hiszen anyám otthon se volt. Kinnél külföldön? Csak ünnepekkor láttuk. Azt hittem, hogy segíteni akar, hogy érdeklik a problémáim. Ne haragudj. Én tényleg segíteni szeretnék. De most mennünk kell. Persze, nekem is mennünk kell. Nem mehet meg, de megmondtam. Mint az újságíró igazolvány. Ezzel sem. Megbeszéltem egy időpontot a bíróval. A bíró úr nem fogadja önt, nem ér rá, tárgyalása van. Tényleg? És melyik tárgyalóteremben? Azt nem közölhetem. Jó. Akkor megcsinálom magával a riportot. Kovács Ágnes vagyok. Ó, nagy vagyok. Doktor. Jó napot. Jó, hogy le kell mondani. Mi tartja, nem nyugodtan abba is hatatja. Nem látszik, hogy nem. Annyi, nem jó. Ugyan, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom. Ez lehet, hogy nem tudom, 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 Thank you.
Mocskos dolog, ami történt, de az intézmény igazgatója mindenesen. Tudja maga egyáltalán, hogy mi folyik? Nincsen az igazgató, mondja ezt a minisztériumnak. Nézze, lehet, hogy az igazgató nincs benne, de elfogadta azt az állapotot, ami ott van, tehát benne van. Mert bűnösök közt vétkes, aki maga. Vétkesek közt cinkos, aki néma elnézést. Jó úr! Mondom, miért nem vállalja a nyilvánosságot? Miért nem beszél? Tudja, hogy a gyerekem csak a nyilvánosság segített. Hát, erről én nem vagyok meggyőződve. Azért, de meg kellene felejtsük ezt a történetet. Úgy szerintem nagyon sok az olyan ember és intézmény, akik ezt már mi jó úr? Miért tudott ki a kollégámat? Miért akartam a négyszem közt maradni? Nem mondott meg semmi. A kárvárosságokban beszél. A hivatalosan miért nem kérdezik, hogy az apához nem csinál a gyerek? Hiszen már régen fénydelődött, hogy az rossz döntés volt, amikor az anyának megvégződik. Igen, mi akkor az anyának képződik, de a bárcsának akarok lehelyezni. És most? Most pedig az anya nem akarja fia. Ennyi az egész, amit mondani akar? Nem. Meggondoltam magam. És most? Megindítja a feleket. Kérem. Csak annyit vállalja nyilvánosság előtt levele, hogy rossz döntés volt, amikor az anyának ítélték a gyereket. Csak együtt. Lehet. Bíró úr talán döntött. Testületi döntés született. Én pedig most ellenőr. Nem helyezkedem szembe az anyai döntéssel. Ez a demokrácia. Demokrácia? Demokrácia? Maga beszélünk demokráciáról. Ezek a dolgok nem működnek. Én fogok beszélni az apámmal. Ez szabad tudja. De akkor ez már nem egy korszak. Beszéljük az eseményeket. Olyan jó lesz ez így, csak nagyon. Mi dologban van jó dolog szűr ki ebben? A dolgok eltávolodtak egymástól. Nagyon eltávolodtak a szemben álló pontok. A csatatérén pedig ott álló szemesítőn gyermek, akit maga a védelmére vesz az egész világgal szemben, reményt és győzelmet csillant el előtte, de mi fog történni kérdeni, ha a győzelem helyett a kudarc következik be? Érti? Megalakulj sokkal elmélem ezt a szemesítőn gyermek felett. Most
fegyelmet. És ennek tudom meg. Láttam, amikor a kollégának bekapcsolta a kamerát, és úgy tette le ezt. Maga a kis tisztességbajnok. Az ember amikor kislány voltam, nekem is volt egy tisztos nyelv a nagyapámhoz készülő. Tényleg? Elnök élet? Ott volt egy szászomra, ami teljes gondban összakadt. Nagyvéren átmentem. Ott tudtam kukszolni órákon ide. Csak aztán eladták a házat, én aztán jöttem. Elfületi. Én sem hűség fog menni. Ide néz. Láttad? Igen. Nekem még nagyapám is se voltak. Meghaltak, mielőtt megszülettem volna. Tudod, ezt sajnálhatod. Mert ezek a kis öregek, amik tudnak az életről, valami csodálatos. Én is minden nyaramat kis szentoromban a megfatámnál töltöttem. És minden ezt szeretek, hogy felett oda érthetem. Csak a beszélgetett egy kezdet. És azt kérdezte tőlem, hogy szeretnék-e tengerbe szükszalni. Hogy ne szerettem volna? Tudod, aztán odaült az ágyam szélére, és elkezdtem mondani a meséjét. Amik mindig arról szóltak, amikor ő még kicsi volt, és ő volt a legnagyobb kérdés a világon. Aztán volt olyan, amikor két egymás követő este is ugyanazt a műtét mondanám. De tudod, mert már öreget szó volt elfelejtett osztó. És soha nem tudtam értetni. Éltem haltam meg. Mikor halt meg? Nem régen, két hónapja közben. Nagyon fáj. Tudod, amikor meghalt, úgy éreztem, hogy a gyerekkoromat hoztam. Most ott együtt van. Úgy gondolod, hogy nem tudok szeretni. Olyasmi. De el tudok. Csak másképp. Szerelemmel? Miért kérdezünk? Nem azért csak. Olyan rossz, hogy nem tudok megvigasztalni. Milyen lenne, hogyha én öregebb lennék? Mennyire öreg? Mint például te? Nagyon öreg vagyok. Vén banya, mi? Nem úgy értettem, hanem egy felnőtt férfi. Akkor mi lenne? Te biztos lenne egy fontos munkád, fontos ember lennél, hivatás, hát ilyesmi. De lehet, hogy egy kisztikló, kalandor, vagy gyűnöző, nem tudom. Kisztikló? Egy igazi kisztikló. És milyen vagyok most? Most? Most csak egy kis szófogadatlan, kedvetes kisztikló van. Elhoztam a kettőbe. Nem az volt. Azt hittem máshol hoztam el. Mi van benne? Még lejön. Vezél? De nem most olvasd el, majd ott van. Jó estét kívánok! Beszélhetnék dr. János Ferikával? Egy pillanat, rögtön megjöttem a kicsitán. Itt vagyok az ügyvédi szobát, kapcsolom. Köszönöm, megvan. Dr. Jónás Ferikás. Jó estét kívánok! Kovács Ágnes vagyok. Már két hete próbálom önt elérni Kerekes Imre ügyével kapcsolatban. Tudom, miről van. Én nem akarok. Szeretném, ha nyilatkozzanak. Nem tudom, nem tudom. Történt egy-két dolog a fiával, ha jól tudom. Nézve, az Imre körül egy kicsit elszabadultak. Az anyának is fáj egy ő nem a fiára. Akkor miért nem hagyja, hogy az apjánál helyezzék őt el? Ismét nem, nincs felhatalmazásom az ügyfelem döntéseiről, sem a szándékaimra. Mindenki várhatja addig a nyilvánosságot. Akkor ő miért nem? Maga kényszeríteni próbálja az ugyanolyan erőszak, mint ami ellen maga harcolja érdekében, nem gondolja? Lehet, hogy tudnék én is, hogy én próbálja meg maga érdekében, és kérem,
kérem, ne zaklasson többet is az ügyfelemet sem. Egyébként már nem kerekesni. A lány nevét használja. Jó éjszakát. Igen, igen, Kovács Ágnes vagyok, tessék. Dr. Kalmária nincs. Minden mit rákölgyem, ugye tudja? Tudja? Fogalmam sincs, de kérem, ne üvölcsön, nagyon jól hallom. Na, akkor jó, figyeljen. Addig kavart itt a kar, amíg az lett a vígő, hogy gyerekek szökött. Mi? Mikor? Tegnap egy. Egyszerűen nem jött valami intézetbe. Tudta, hogy nem kellett belevárni. Csak egy éjszakáról van szó, nem tudom, mi bajuk van. Nem gondolod, hogy mindenki ideges? Nem gondoltál arra, hogy én is aggódom miattad? Aggódtál miattad? Igen. Apánál voltam. Apádnál? Uh-huh. Muszáj volt elmennem, annyira hiányzott. Nem félt attól, hogy megint megszökkél? De, megijedt. Aztán sokat sírt. Nem tudom, apa olyan más, mint hogyha beteg lenne. Azt mondta, hogy menjek vissza az intézetbe, mert sokat ronthatok a helyzetemet. Meg tudod, hogyha a messze állnak nála. Hagyja bárkét. Edi, hagyd végezzem a munkámat, kérlek, ne szólj bele. Elolvastam a leveledet, köszönöm. Te is nagyon fontos vagy nekem. Segítesz nekem? Persze, hát megígértem. Anyával is beszél? Anyád nem akar velem találkozni. Akkor vége. Megkaphatod? Miért csinálja velem ezt a filmet? Ki kérte meg magát arról, hogy eljöjjön hozzá? Nem kért meg senki erre, hogy csináljam. Egyszerűen csak hallottam az ügyedről. Nem tudtam elhinni, elképzelni, hogy egyáltalán ilyen létezik, érted? Eljöttem, hogy segítsen. És megnézi egyáltalán valaki ezt a filmet? Imre, én a beszédszavamat adom, hogy mindenkinek meg fogom mutatni ezt a filmet, akinek csak bírom. Nem tudom, hogy ettől majd jobbra fordul-e a szorszolt, hogy az intézetből kiengednek-e, vagy visszamehetsz az apáthoz, vagy nem tudom. Csak azt tudom, hogy ezt nem csinálhatják egy gyerekkel, érted? És nem szeretném, nem engedem, hogy ebbe az intézetben nőjél fel, és hogy úgy élje, hogy a szíved ellen való. Mutasd meg anyának is a filmet, jó? Jó, persze. Na, igen. Ha kin leszek, mert ugye kin leszek. Uh-huh. Akkor is eljössz majd meglátogatni a szánál is? Ha akarod. Kérem a szükséges megállásra után hagyom üzenet. Köszönöm. Ági, én vagyok. Elvisznek egy vidéki intézetbe. Apa nem is tudja. Azt sem tudom, hol van Irek szemcse. Mindjárt jön az ember, aki lekísér. Azt ígérted, hogy kijövök, és erre meg sokkal, de sokkal nagyobb bajt csináltál. És soha ne látogassál meg, azt akarom, érted? Ugyanolyan rohadék vagy, mint ezek. Az Aksival kutyád Dami? Őt hiszem magammal. Ott fog lakni nálunk. Lesz háza meg minden. Apa, mit fog hozzászólni? Apám szeret engem, és mindent szeret, amit én is. Világos? Ennyi.
ácsok mögötti szabadság. Egyforma mosoly, egyforma közöny, ez az intézeti világ. Sír a szemed, senki sem érti, szakadt a szíved, mint éget ruhák. Hervadó világ, csupán a létet, ez az intézeti világ. A Dolgó Rádió főszerep ismét a zenét.